Sziasztok, ez a Kesteg, a Pénzcentrum videósorozata. A mai részben az ingatlan piacsal foglalkozunk. Utoljára márciusban volt ez a témánk, hogy akkor hogyan láttuk a 2022-es piacot, azt vissza tudjátok nézni a Pénzcentrum YouTube csatornán, vagy itt egy link valahol a fejem felett. A kamatemelések, a lassuló hitelezés, a háború okozta bizonytalanságok miatt, akkor azt jártuk körbe, hogy csökkenhetnek-e az ingatlan árak idén, 2022-ben. A mai részben viszont már 2023-mal foglalkozunk, hiszen a kérdés az, jövőre eljöhet-e a fordulat az ingatlanárakban? Lesz szakértő vendégünk is, aki mesél majd extrém és sokat fogunk beszélni a kereslet és a kínálat alakulásáról. Titeket is arra kérlek, hogy segítsetek nekünk abban, hogy minél több információhoz jussunk, kommentben írjátok meg, mit tapasztaltok, ha éppen venni vagy eladni szeretnétek ingatlant. Nézzük! Amit az elmúlt években láthatunk az ingatlan piacon, az szágoldás. Az árak úgy emelkedtek, mintha nem lenne holnap, ez látható ezen az ábrán is. 2010-től kezdve az országos átlagos árak majdnem megháromszorozódtak. Egyedül 2020-ban a Covid miatt volt egy szusszanásnyi szünet, az is főleg Budapesten volt érzékelhető, és az oka főleg a Covid miatt távolmaradó külföldiek voltak. Nekik ugye nem lehetett kiadni albérleteket, Airbnb-ket. Nem tartott sokáig ez a megtorpanás, az itt elhalasztott kereslet, meg az akkor kezdődő kamatemelések és az akkor is már alakuló inflációs félelem együtt még úgy megtolták az árakat, hogy az országos áremelkedés csak ebben a másfél évben közel 23% volt. Na szóval így emelkedtek az árak szépen hónapról hónapra. Az ingatlan piaci statisztikáival az a baj egyébként, hogy a KSH és az MMB is csak nagy csúszással közli ezeket, de az MMB lakásárindexe alapján 2022 második negyedévében még éves alapon 24,8%-kal nőttek a lakásárak országos átlagban, ami nominális értelemben a jelenlegi 9 éve tartó lakáspiaci ciklusban miért Legmagasabb áremelkedési ütemet jelenti. Reál értelemben ugyanakkor már elmarad a csúcstól. A vidéki városokban az országos átlagot meghaladó mértékű 31,2%-os éves drágulás történt, Budapesten pedig 20,4%-kal emelkedtek az árak egy év alatt. Na de eljött 2022 harmadik negyedéve, ahol az előzetes adatok alapján forduló ponthoz érkezhettünk. Az elmúlt hónapokban az energiaárobanás, a bizonytalan gazdasági környezet és a magas infláció miatti magas hitelkamatok miatt jelentősen csökkent a kereslet, a piacon kivárás lett jellemző. És ugye mégiscsak a kereslet kínálat az, ami meghatározza az árakat, hogy ez hogy alakul, arról kérdezzünk meg valakit, aki test közelből érzékeli mindezt. A vendégünk Minárik Márton ingatlan specialista lesz, aki egyébként ugye benne van a bizniszben is, hisz csapatával együtt ingatlan értékesítéssel foglalkoznak. Másrészt pedig itt a Youtube-on is rendszeresen értekezik az ingatlan piacról. Hello Marci! Szia! Köszönöm, hogy itt lehetek! Az előbb itt ismertettem a nézőinkkel a számokat a KSH meg az MMB részéről. De valaki olyannal is akartunk beszélni, aki ezt így a gyakorlatban látja, a napi szinten. A harmadik negyedév az, ahol azt mondják, hogy fordulóponthoz érkeztünk, és egy lassulás kezdődhet a, a piacon. Mi az igaz ebből? Visszásadta a, a kereset? hogy látod? Harmadik negyedév, és pontosít csak augusztus legvége volt a fordulópont, tehát ezt elég élesen be lehet határolni. Érdekesen működik a piac, mert ugye amikor, amikor megjöttek a hírek a kamatemelésről. Nyilvánvalóan a kamatemelés, pláne, hogyha ennyire, ennyire drasztikus, mint ami most történt, hogy 0,6-ról 13%-ig mentünk nem egész egy év alatt. Ez, Tehát az ilyen mértékű kamatemelés az minden esetben recesszióba taszítja a gazdaságot. Most oké, okay, hogy vannak egyéb intézkedések emellett, mert nem csak a kamatszintekről szól a történet, mert vannak itt egynapos tenderek, meg, meg mindenféle támogatások, stb. stb. A lényeg semmi nem akasztotta az ingatlan piacnak az emelés se a Covid, se a háború, se az infláció, se a kamatemelés híre, végül aztán a rezsi kérdésbe tette a kaput. Ott lett elege mindenkinek, mert ez olyan szintű bizonytalanságot generált, hogy, hogy augusztus végével, ahogy ez a rezsi cirkusz kipattant, mint elvágták elvágtak volna a piacot. Az újság ezt most írta meg, tehát ugye októberben jöttek ki először azok a számok, a, akár a nagy ingatlan közvetítő cégektől, akár a KSH-tól, meg az ingatlan hogy ennyi százalék visszaesés az érdeklődő számban, annyi százalék visszaesés a, a tranzakciószámban, számban, de ezt mi augusztus vége óta látjuk. És amikor van egy ö, érdeklődő, egy vevő, aki mondjuk keres ö, lakást, akkor akkor ö, miket szoktak mondani? Gondolom a kivárás felé akarnak elmondani, hogy mivel szokták ezt indokolni? Mik a fő indokok bevői részről? Az első és legfontosabb indok az, hogy nincs indok egyszerűen elszivárognak az érdeklődők. Azt hiszem az ingatlankom nem biztos, hogy pontosan idézem, de nekem az rémlik, hogy 40%-os érdeklődő vesztést regisztráltak. Tehát az első és legfontosabb szempont a vevőknél, hogy nincs vevő, tehát nincs érdeklődés, nem tudod megkérdezni sem, hogy mégis mi van. Mondok egy élő példát, ez éppen most zajlik. Van egy lakás a Lágymányosi Hídnak a Pesti oldalán a Metrodon fejlesztése, City Home, tök jó a kégli és izzadok vele, tehát nagyon nehéz vevőt generálni, pedig már most nem rossz az ár, tehát mondok egy olyat, hogy az irányához képest több mint 20 millió forintot csökkentettünk az elmúlt hónapban. Ennek ellenére az érdeklődés olyan, hogy aki jön, a vállát húzgálja, és van egy emberkém, aki azt mondta, hogy na őt érdekli, befáradta a bankjához, hogy információt kérjen, és azt mondták neki, hogy 11%-ra kap hitelt és azzal hívott fel, hogy öm, bocs, de így lehet, hogy nem fogok mégsem ajánlatot tenni. Keresleti oldalról végül is így értető, egyszerűen elszivárogtak a, a vevők, mindenki másra teszi félre a pénzét, nem, nem vág bele ilyen projektekbe. Viszont a kínálat az hogy alakult? Ennek megfelelően megugrott a, a, az eladási szem? Több, többen akarnak eladni most? Na most annak a ö, következménye, hogy a vevő oldal megszorul, annak a következménye az, hogy az eladó oldalon meg felgyűlik a portéka. Hát abszolút, abszolút. Többokból szintén, tehát a rezsi kérdés többletkínálatot generál. Mert vannak azok az emberek, akik most döbbennek rá, hogy hát 500 négyzetméterrel lakok, amit 80-as években építettünk, azóta egy szöget se vertünk be, és egyedül vagyok, és 70 éves vagyok, hát az nem nagyon lesz jó. És több ilyen van, mint ahogy azt az ember gondolná. Na most ezek ott állnak eladhatat, eladatlanul, eladhatatlanul. És mennyire hajlandóak az eladók engedni az áron? Az előbb mondtál egy, egy extrém példát, ahol már 20 millióval olcsóbb. Mennyire ragaszkodnak ahhoz, amit ők elképzeltek eladásának, Vagy lassan megértik, hogy, hogy nem fogják tudni azon az áron, vagy csak nagyon hosszú idő alatt tudják majd eladni? A közösségi média sokat tesz ez ügyben, mert ugye a negatív hír dömping van folyamatosan, nem csak ez ügyben, hanem úgy általában. És ennek ellenére a, az eladónak a, a pszichológiája az az, hogy nem akarom elkótyavetélni, nem kenyérre kell, mert akkor inkább felgyújtom én, meg ugye azt tudom erre mondani, hogy akkor úgy is fel, mert eladva nem lesz, és ezzel nincs mit tenni, tehát én nem tudok varázsolni, felteszik azt a kérdést mostában, hogy de akkor én, én, mivel hogy én garantálom azt, hogy az ingatlan el lesz adva azon az áron, amennyit én mondtam rá? És akkor a válasz az, hogy én tudok olyan árat mondani, ami mellett garantálom, hogy el lesz adva az ingatlan, de az nem fog tetszeni. Tehát az a kérdés, hogy, hogy most bohóckodunk, vagy tényleg el kell adni az ingatlant, és valóban ezt a kérdést fel kell tenniük maguknak, az eladóknak, Jelenleg ha kínálatot megnézed, a lakás kínálatot, akkor ott nem látszik még ez a fajta, tehát ez a, ez a reakciója az eladóknak nem látszik. Az árban? Az árban. De erre meg azt mondom, hogy a jelenleg piacon lévő ingatlanoknak egy jó része eladatlanul fog lekerülni. Ez azért van, mert hogy a legtöbb eladónak viszont nem sürgős az eladás, nem jelentek még meg azok az eladók, akiknek a jelenlegi gazdasági helyzetben ez só esével, de megjelenhetnek majd? Abszolút, sőt, ugye akinek van egy jól körül határolható motivációja, hogy miért akarja azt az ingatlant eladni, az előbb-utóbb be kell, hogy lássa, és én azt mondom, hogy jobban teszi, ha előbb látja be, mint később, mert most már nem mondhatom, hogy ez a válság most kezdődik, nyilván ezt az évet már úgy kezdtük, hogy jöttek a hírek, infláció, háború, kamatemelés, stb de ugye az ingatlan piacra ez tanában érkezett meg. Tehát ami az ingatlan piacon történik, az mélyülni fog és súlyosbodni fog, mert a kamatok még mindig nem érték el a 13%-ot, ami a banki alapkamat. Tehát a bankok jelenleg, mivel versenye van az ügyfelekért, ezért, ezért hajlandók még mindig olcsóbban hiteleket folyósítani, mint amennyi tulajdonképpen a egybanki alapkamat. Ennek sok oka van, de maradjunk annyiba, hogy ezt a politikát a bankok meg fogják változtatni hamarosan. Tehát jövőre még rosszabb lesz a helyzet, mert még drágábbak lesznek a hitelek. Bár azt gondolom, hogy a sok az már megvolt, tehát ahogy mondtam, augusztusban megvolt, csak ez még nem tudatosult. Megint mondok egy élő példát. Ide megkeresett egy eladó, hasonló szituáció, nagyház, régi ház, 60-as évekbe nem volt beverve egy szög sem. Mi az elképzelés? Hát 40 millió mondom, az azért jó. Ez mert Budapest, Így kifejezetten Budapest. Ez most éppen nem Budapest, ez, ez hát hogy Pest pontos megye legyek, megye, ez Pest megye, igen. igen. De mi Budapesttel és, Pest megyével, tehát hiába jönnek máshonnan kérések, kérdések, Jelenleg nem nincs olyan létszámunk, meg nincs olyan lefedettségünk, hogy más honnan elváljunk megbízásokat. Okay. Úgyhogy Budapest és Pest megye. Igen, és mi volt az éget, nem? A, Igen, tehát Vácartyánban volt egy ilyen régi kádár kocka, mi az elképzelés? 40 millió az nagyon jó, és ugye már próbálják egy fél éve értékesíteni. És mondom a tulajdonosnak, hogy ez már most ugye nem kell mondjam, hogy ez nem nem, nem, de akkor mégis mennyi? Hát mondom, 29 irányár, és fel kell arra készülni, egy 25 és 30 között, 25 és 30 között, kicsit vakarta a fületövét, hűn mögött, aztán mondta, hogy hát ha ennyi, akkor ennyi. Tehát ez egy, a mellék az, hogy ez egy örökség, és két döntés van. Egy, felújítod, hasznosítod. Jelen állapotban nem tudod hasznosítani. Bérbe adhatod azt a lepattant házat, de abba a lepattant bérlő fog jönni, akivel csak a gondod lesz. És megéri, tehát most ha, ha úgy döntesz, hogy megtartod, akkor a következő mondjuk öt évre oda be kell rendezkedned, hogy az öt évig megmarad, mert ha ragaszkodsz ehhez a matematikához, akkor fel kell arra készülni hogy évek mire visszaér nominálisan oda az ingatlanok ára, ahol volt mondjuk egy fél évvel ezelőtt. És elfogadta az értékelésemet a tulajdonos 29, nem akarok hülyeséget mondani, hogy 29 fél éve adtuk el néhány hét alatt, néhány hét alatt, és úgy, hogy itt licitet sikerült generálni. Tehát vonzóvá tettük a portékát, egy ilyen felújítandó házat nem lehet mással vonzóvá tenni, csak az árával, hiszen az ár az egy nagyon fontos marketingeszköz, és a tulajdonos elfogadta, a vevő listánkon volt olyan vevőállomány, akit tudtunk mozgósítani, és mit ad Isten, néhány hét alatt meg tudtuk versenyeztetni két vevőt, és majdnem az irányára tudtuk hozni, úgyhogy ez egy, nagy, ez egy siker történet ebben a pillanatban. mostani helyzetben, ahol a fordulat látszik eljönni, mennyire, mik a különbségek területi elhelyezkedésben, illetve az ingatlan típusban mit tapasztalsz? A rezsi gondolom alapvetően forgatta fel ezt. Először is november 28-án lesz az ingatlan piac 2023 című előadásom a Youtube-on, tehát hogy ha valakit érdekel, akkor még éppen aktuális a dolog és lehet belépőt váltani. A weboldalamon megtalálja, akit érdekel. Másrészt Ugye mindig, mindig, amikor a hírek jönnek, akkor ingatlan piacról beszélünk általánosságban, meg az emberek is így kérdeznek, hogy na merre megy az ingatlan piac. De valójában ez hülyeség, mert ugye olyan, hogy ingatlan piac ilyen nincs. Az ingatlan piac az bizonyos szegmensek összessége. És e, ilyen módon mondjuk el kéne különíteni, hogy Budai hegyvidék. Budai hegyvidék alapvetően egy válságálló kategória, és nem nagyon érdekli, hogy milyen változások vannak a világban, mert az a közönség, aki a Széchenyi egy tetején meg tud fizetni panorámás nagyméretű akármit, őt már nem fog érdekelni a kérdése. Megint más sztori a, 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 kisméretű, olcsó ingatlanok piaca. Tehát sokkal több embernek van kevés pénze, mint amennyinek sok. Tehát a budapesti lokációban mondjuk sikerül piacra tenni egy 20 millióval kezdődő, max. 30 milliós ingatlant, akkor azt általában viszik, mint a cukrot. Tehát azért még mindig sorbálás van. Nyilván vannak ö, olyan körülmények, amik miatt nem fog elkelni az ingatlan, mert ha valami egy disznóul, akkor az ennyi pénzért is nehezen fog elmenni. Van olyan kontaktom, aki azzal foglalkozik, hogy kifejezetten prémium lokációba vásárol nagy méretű ingatlanokat, csak felújítandót, és ő maga nagyon, nagyon prémium minőségben ezeket felújítja, és tehát úgy kell elképzelni, hogy mondjuk 100 négyzetmétert megvesz 100-120 millió forintért, azt ő felújítja, valami hasonló összegér, és akkor 250-300 millió forintos irányárakon hirdeti ezeket a lakásait. A múlt héten beszéltem vele, kérdezem, hogy mi a helyzet. Azt mondja, hogy nem ized el, mindkét lakásomat, ami piacon volt, eladtam. Először azt hittem, szerencsém van, de nem. Mert még olyan vevő is maradt, aki az egyikről lemaradt, és azt mondta, hogy szólj, ha ilyen van, mert engem érdekel. Nyilván ezek nem magyar érdeklődők, hanem érdekes módon ezek nyugat-európai, vagy ö, ne Isten amerikai, a tengeren túli gyökerekkel rendelkeznek. Nekik a deviza és forint árfolyamak alakulása miatt annyira nem drágák ezek az ingatlanok. Tehát summa summarum azt elmondhatjuk, hogy két kategória megy, a nagyon drága, meg a nagyon olcsó, és a derékhaddal van a probléma. Tehát ami mondjuk 30 millió és 200 millió forint között van, azzal van a probléma. A felújítandó az kiemelendő, mert a felújítandó lakásokat nagyon nehéz eladni per pillanat. Ez azért van, mert a felújítási költségek az egekbe szöktek. És mindenkinek az van a fejében, hogy nagyon nehéz, nagyon drága, nem lesz szakember, stb. stb. Holott ez nem feltétlenül igaz, de azért azt is be kell lássuk, hogy az a, az a nép, népesség, aki, aki mondjuk értett az építőiparhoz, az egyrészt lassan kikopik, másrészt az országból már elköltözött, tehát nincs már kaláka, hogy majd mi összefogunk és megcsináljuk és valóban egy generál kivitelezőt megbízni, az egy elég borsos mutatvány. A műsor mégiscsak a 2023-as árakkal foglalkozik. Mondtad, hogy neked is lesz majd egy videó ezzel kapcsolatban. Fordulatról beszélünk, ami most jött el, de hová futhat ez ki? 2023-ban tényleg számítani kell a jelentős árcsökkenésre. Azt az alcímet adtam a 2023-as előrejelzésemnek, hogy VR entering the lost decade. Nem tudom, hogy így lesz -e de ugye a lost decade, vagy az elveszett évtized az azt jelenti, amikor egy, egy hatalmas fellendülés után regenerálódni kell a gazdaságnak, és ugye recesszió, tehát a recesszió az eltart akár egy évtizedig. Nem tudom, hogy most ez következik e De azután, hogy milyenre fújták az eszközárakat a pénzbőséggel a világba, simán benne van a pakliba. Jelenleg, amit valószínűsít mindenki, az az, hogy óriási áresés az nem történik. Habár itt megjegyezném, hogy ö, mihez képest nem történt. Tehát a, a tulajdonosok-eladóknak az elképzeléseihez képest már most is alá vagyunk egy 25%-kal. Ehhez hozzáteszem azt is, hogy korábban hagytuk azt, hogy a tulajdonosok felpumpálják az árakat. Tehát ha én elmentettem, azt mondtad, hogy szeretnéd eladni a lakásodat, én elmentem hozzád, csináltam egy értékbesítést, az lett a vége, hogy 50 millió. Akkor én azt azzal adtam neked oda, hogy 50, de ez nem szentírás természetesen, mondta, hogy mit gondolsz. Azt mondtad 60. 59 90 piacra léptünk, mert tudtuk azt, hogy a dinamika az ilyen, tehát folyamatosan felfelé mennek az árak, tehát előbb-utóbb vagy beéri a piac azt az értéket, vagy ha elég időt töltünk a piacon, akkor én meggyőzöm a tulajdonost, hogy menjünk már a piac irányába. Szóval, vagy így, vagy úgy, de össze találkoztunk a végén a, a kereslettel a piacon. Most viszont. Ugye ezt már érintettük, hogy az ingatlan kínálatnak a jó része, az eladatlanul fog lekerülni a piacról, pontosan ezért. Mert amiket korábban kötöttünk megbízásokat, azokat még, hajlan, még elengedtük. Tehát ugye most arra ott tartunk, hogy estek az árak mondjuk egy 10%-ot, de a tulajdonos egy 20%-kal följebb volt, az ugye 30. Tehát a tulajdonosok elképzeléseihez képest már is nagyon drasztikus a különbség. Megint hozzáteszem, nem minden szegmensben, de ha valami nem tökéletes állapotú, vagy nem prémium lokáció, akkor ott fel kell arra készülni, hogy mondok megint egy példát: ö, 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 Római part, pókutcai lakótelep. Foglalkoztunk ott néhány ingatlannal egy fél évvel ezelőtt. Összesen volt a Pókucai lakótelepen 10 darab kétszobás lakás. Mostanra a 10 darab az felment 50 darabra. Az ötszörös kínálat emelkedés. Nem fog menni, tehát a, kaptunk ajánlatokat erre az ingatlanra, de ugye nem akarom elkótjevet, én nem kenyere kell, nem tudtuk a tulajdonost meggyőzni, és most arra ott tartunk, hogy marhára nem lehet eladni azon az áron, amit ő elképzelt. Egyszerűen azért, mert alávág a konkurencia, tehát most már azért azok, a, azok az ingatlan kereskedők, közvetítők, akik, akik tudják és értik ezt, amiről most beszélünk, ők már erőteljesen nyomják a tulajdonosaikat abba az irányba, hogy ha itt el akarunk adni, akkor, 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 itt menni kell a piac irányába, és a legrosszabb az volt az elmúlt hónapokban, hogy nem láttuk az új árszinteket. A vevők egyszerűen eltűntek aktuális, tehát az adott áraknál, és volt olyan, hogy 20 millió árcsökkenésnél sem jött meg az az érdeklődés, amire vártunk. Tehát a kereskedők nagy része ezt most arra érzi, és bizony úgy köti a megbízásait, hogy alávágnak a piaci kínálatnak, mert muszáj. Tehát az árcsökkenés az már is valós, a nominális árcsökkenés is valószínű, ha bár ezt nem, nem látom a 2008-as piaci szintekhez fogta, foghatónak, mert akkor azért egy kicsit másabb volt a láncú fekvése. De most is megtörténik az, hogy már is a kereslet és a kínálat aránya felborult ez nyilvánvalóan árcsökkenéshez vezet. Azt is hozzátenném hogy a végére, hogy ne legyen ilyen rossz felhangja a végének, hogy, hogy azért azért én azt gondolom, nem kell késbedülni. Tehát a, a megbízóim nagy része kiülte azt az öt évet, mire az adókötelezettség lejár. Ugye, hogyha eladod az ingatlant, akkor öt éven belül kell adót fizetned. És a nagy része a megbízóimnak ezt, ezt kiülte. Na most, aki öt évvel ezelőtt vett ingatlant. Mondok mást. Múltkor felhív egy néni, azt mondja, hogy segítsek már neki, mert neki van egy lakása, amit 40 négyzetméter kapott rá egy 45 millió ajánlatot, és hát most ő ezt elfogadja, vagy ne. Mi a sztori? Hát ő ezt 10 éve vette, és azóta bérbe volt adva. Kezicsókolom, akkor csak következtetek, hogy 10 évvel ezelőtt 10, 10 millió forint környékén tetszett venni, ugye? Igen. Azóta ki volt adva, ugye? Igen. Akkor tessék kiavítani, de szerintem nem rossz díl, hogyha odaadja most ezt 45 ér, mert ez, mert ez, mert mert ez hát ez bőven, hozott egy négyszereset, plusz zsebretette a bérleti ö, díjbevételeket. Na most ha ez a 45 millió, nem 45, hanem 35. Tehát én értem, hogy, hogy a maximumot kell kihozni, meg az ingatlan az egy, ugye a magyar embernek különösen ingatlan fétise van, de azért aki egy jó pár évvel ezelőtt vásárolt, az nem fog veszteséggel eladni. Egyrészt. Másrészt, akár tetszik, akár nem. Az, hogy a piaci ciklusok jönnek és változnak, az megint csak egy evidencia, tehát ezzel nem lehet mit kezdeni. Ehhez hozzá kell szokni, hogy most éppen egy ilyen piacot fogunk élni. A másik oldalról meg azt tenném hozzá, hogy a vevő oldalon most jött el az az időszak, amikor érdemes lenne beszállni, mert 2023-ban szerintem eljön az a piac, amire a vevők várnak évek óta. Nem mondom, hogy 2015-ös árszinteken lehet majd ingatlant vásárolni, félreértés ne essék, de jóval kedvezőbb körülmények között lehet ingatlant vásárolni, ha bár a hitelek drágák lesznek. Ehhez még annyit tennék, hogy a hitelügyletek meg nem mennek végig. Tehát azt refinanszírozni lehet, hogyha normalizálódnak majd a kamatok. Köszönjük szépen, Marci, hogy itt voltál velünk a műsorban, és hogy megosztottad ezeket az információkat. Nagyon szívesen, én köszönöm, hogy itt lettem. Hogy egy kicsit távolabbról is vizsgáljuk a dolgot, és a kereslet kínálatot tovább boncolgassuk, nézzünk meg egy olyan felmérést, amit Csorba Dániel ingatlan értékesítő, blogger, a Kalmár Kantin Facebook csoport alapítója készített. Több mint 300 értékesítőt kérdezett meg arról, hogy mit tapasztaltak szeptember eleje óta a kereslet, a kínálat és az árak tekintetében. 16 kérdést tett fel arra vonatkozóan, hogy az elmúlt másfél hónapban milyen változásokat érzékelnek vevői és eladói oldalon, ugye maguk az értékesítők, és hogy hogyan változott a vásárlói összetétel, meg a hitelfelvételek aránya. Na nézzük! A vásárlói érdeklődés szeptember eleje óta az ország egész területén jelentősen visszaesett. Országosan 37%-kal, viszont az eladó lakóingatlanok száma ugye növekedni kezdett átlagosan 12%-kal a megelőző hónapokhoz képest. A legnagyobb fordulat Pest megyében látszik, ott átlagosan 45%-os kereslet csökkenést, és 18%-os kínálat növekedést érzékelnek az ingatlan közvetítők. A legkisebb változás Budapest belvárosát jellemzi, bár a kereslet ott is közel harmadával csökkent, a kínálat csak 10%-kal bővült. Ez a különbség azt is megmutatja, hogy az egyes település vagy ország részekben milyen típusú lakóingatlanokra van nagy kereslet. Pest megye, azaz a budapesti agglomeráció jelentős visszaesése annak is köszönhető, hogy ott a kínálatban nagyobb arányban vannak jelen a nagyméretű rezsiköltség szempontjából kedvezőtlenebb megítélésű családi házak, míg a budapesti kisebb alapterületű lakások fenntartási költségeit az emelkedő energiaára kevésbé érintik. Emiatt a kisebb alapterületű lakásoknál az értékesítők élénkülő keresletről számoltak be, de ezek főként az alacsonyabb árkategóriájuk panel vagy tégla lakásoknál érezhetők. Itt az olyan felújításra szoruló lakásokat is keresik, ahol egy kis átépítéssel könnyen energiahatékonyabbá lehet varázsolni az ingatlant. A családi házak iránti kereslet viszont országszerte csökkent, de különösen a főváros külső kerületeiben dolgozó értékesítők panaszkodnak jelentős, átlagosan 28%-os visszaesésre. Hasonló folyamatok figyelhetők meg az építési telkek esetében is, ami iránt szintén csökkent a kereslet. A külföldi vásárlók is Buda Budapest belvárosában aktívabbak, míg országosan a válaszadók által kezelt ingatlanok 7%-át vették külföldiek, a budapesti értékesítőknél ez az arány 9% volt, a belvárosi kollégák esetén viszont már 12,5%-ra tehető a külföldi vásárlók aránya, akiket most a forint árfolyam gyengülése is segít a lakásuk megvásárlásában. Na de merre tovább és mit hoz 2023 az értékesítők szerint? 2023-ban országosan mindenhol nominális árcsökkenésre számítanak az értékesítők, ez várhatóan Budapest belvárosában lesz a legkisebb, mint egy 4 országosan viszont átlagban mint egy 11 a családi házaknál akár 17-18 os árcsökkenést is jelenthet. Ez az inflációval korrigálva, azaz reál értéken pedig még nagyobb visszaesés jelent. Ez tehát az ingatlan szakértők és értékesítők előrejelzése 2023-ra. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornára, ha még nem tettétek, két hét múlva találkozunk, sziasztok!